énekes produkcióval vette kezdetét az idei téli tárlat, ahol igazi kortárs művészek munkáiból kaphattak ízelítőt a látogatók. Az Artflexum Művészeti Társaság kiállításán festmények, grafikák és szobrok is helyet kaptak a Flash Központ kiállító termében. A megnyitón sokan érdeklődtek az alkotások iránt, hiszen rengeteg érdekességet fedezhetnek fel a műkedvelők a tárlat bejárása során. Itt nincs meg az egy téma, ami mondjuk egy kortárs kiállításon, csoportos kiállításon szokott lenni. Tehát mindig van egy motto, egy téma, egy cím, egy idézet, itt nincsen. Ez az éves beszámoló kiállítása az Artflexumnak. Tehát itt azt kell látnunk, hogy ki a maga életművén belül hogyan lépett tovább, hogyan folytatta az útját, hogyan újult meg. Ha pedig annyira nem ismerősek ezek az életművek, de én úgy gondolom, hogy mégiscsak azok, akkor pedig egy ilyen nagyon széles spektrumú, nagyon gazdag palettában gyönyörködhetünk. A kiállítás sokszínű, ugyanis 25 alkotó mutatkozik be, akik különböző technikával készítik el munkáikat. A tavalyihoz hasonlóan idén is díjazták a legjobb művészt, melynek nyertese Magyar Mónika Lyukfelhő című tusrajza lett. Minden, aki a társaság tagja, mindenki küld egy képet, és hát ezeket állítjuk ki. Sokfélék ezek, ugye sokféle művész van a társaságban, vannak grafikák, vannak szobrok, vannak olajfestmények, tehát sokrétű ez a kiállítás, ettől is érdekes, hogy sokféle művet lehet látni, nem egy ember teljes kiállítása, hanem mindenki, illetve ugye minden évben adunk ki egy díjat, téli tárlat díját, és tavaly Kelemen Benő Benyámi nyerte meg, és neki is van egy külön kiállítása most, mert ez is ezzel együtt jár, hogy aki a díjat kapja, az a következő évben egy önálló kiállítással is bemutatkozik. A téli tárlatot, illetve Kelemen Benő Benyámin tavalyi díjazottjának Íme című kiállítását december 17-ig tekintheti meg a közönség a Flash Központ kiállító termeiben.